Klímával foglalkozó helyi szakemberek mérték össze elméleti és gyakorlati tudásukat Miskolcon. Egy 1992-ben alapított vállalkozás már második alkalommal rendezte meg a Klímás Októberfestet a Soltész Nagy Kálmán utcai telephelyén. A közösségi és szakmai programon először szervezték meg az év klímása versenyt. 3, 2, 1, és kezdődhet a verseny. A Klíma Kazán hőszivattyú kis és nagy kereskedéssel foglalkozó vállalkozás udvara benépesült pénteken délután. Itt rendezték meg második alkalommal a Klímás Októberfestet, és először az év klímása versenyt. Kis Márton klímaszerelő is megmérettette magát a szakmai kihívásokkal teli eseményen. Az, hogy egy társaságban vagyunk, szóval egy közösségépítés folytat maga a cég, az számunkra nagyon-nagyon szimpatikus. Nagyon-nagyon tetszik nekünk igazából, ahogy látjuk az idei éven is, többféle versennyel készültek, amivel meg tudjuk mérettetni magunkat a többi klímással szemben, meg eszmericserét tudunk folytatni, hogy a jövő éven, vagy például ezen az éven kimivel találkozott, szóval neki nagyon-nagyon tetszik ez az egész. A vetélkedőre egy éven át lehetett jelentkezni az év klímása weboldalon. A több mint 30 éves miskolci vállalkozás országos rendezvénysorozatát 9 helyszínen szervezte meg, az utolsó állomás volt Miskolc. Csak nem 150-en voltak kíváncsiak a programra. Itt egy Fisher Comfort Plus készüléket szerelnek szét a szerelőink, és raknak össze, így ez egy szereléskönnyített modell, és most ismerkednek meg vele a szerelőink ezzel az új modellel is például. Kitaláltuk az idejében az évklímása versenyt, ez már annak a része. Ez a világ első évklímása versenye, hiszen nem nagyon találtak még ilyen versenyszámot a világon. Béres Bence a versenyfeladatról elmondta, hogy lakossági klímaberendezés beltéri egységéből kellett időre kiszerelni és visszahelyezni az úgynevezett mókuskereket, majd visszahelyezni a készüléket a dobozába. A rendezvényen az Oktoberfest hangulatát étellel és itallal is átérezhették a résztvevők, de szakmai előadásokat is meghallgathattak a gyártók képviselőitől. Okay.